Nincsom emesét, várunk a színpadon emese. És a siker jól fogok. Igazából különleges érzésekkel állok itt előttetek, hiszen én 2 éve lettem a sikercsapatnak a kozmetikusa, és akkoriban még el sem tudtam volna képzelni azt, hogy én majd közvetlen értékesítéssel fogok foglalkozni. De a történet nagyon egyszerűen kezdődött, Andi és Gyima meghívtak a 9. Oriflame-es hétvégére, amit ők szerveznek, hogy segítsek nekik ott lebonyolítani azt a rendezvényt. És igazából én ott megtapasztaltam azt a pozitív hangulatot, azt a csapatszellemet, és nem utolsó sorban azt a jövedelmet, amiről ott beszéltek. És elég is volt 3 nap arra, hogy átgondoljam, hogy igen, én ezt akarom csinálni. De viszont ma már tudom azt, hogy ahhoz, hogy elindulj a sikered útján, kell, hogy kap te is egy olyan impulzust, hogy igen, én ezt akarom csinálni. És nekem igazából, na, bocsánat, egy kicsit, tehát kell, hogy kapj egy impulzust, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy gyertek el ilyen találkozókra, rendezvényekre, hiszen tehát, erősödik bennetek az, hogy igen, én ezt akarom csinálni. Igazából, amit akarok, én az Oriflame előtt egy elég szerény lány voltam. Mindig az iskolában, képzeljétek, mindig inkább mindent papírra leírtam, csak ne kelljen szóban feleljek semmit. És az Oriflame nekem megadta azt, hogy a személyiségem fejlődhet, és az életem tervezhetőségét adta. És átgondoltam kozmetikusként, hogy én dolgozok ezekkel a termékekkel, használom őket, akkor miért ne csináljak vele egy óriási nagy üzletet? Na, így is lett, szóval hazajöttünk az Oriflame-es hétvégéről, és Andival és Gyimával elkezdtünk dolgozni. Majd azt kezdtem érezni, hogy ez az üzlet kezdik teljesen felforgatni az életemet. Ezt úgy értsétek, tudjátok ti is, a megszokott életet. Amikor munka után elmentem a kislányomért az óvodába, utána hazamentem, bejöttem esetleg egy sorozat elé, ez teljesen megváltozott. És mondtam Andinak, hogy Andi, én nekem ebben elegem van, én ezt nem akarom tovább csinálni. Ő azt mondta, oké, de igazából még a munkához hozzám se kezdtünk. Na, hazamentem, és 1 nap elég volt ahhoz, hogy átgondoltam, hogy én már nem tudok élni nélküle. Egyszerűen kész, ezt akarom csinálni. És a második lépésed az, hogy elindulj a sikered útján, az, hogy igen, a grafikonom. Az, hogy megértettem azt, hogy tehát, hogy igazából itt ez az élet, és valami nekem akkor, hogyha én valami újat szeretnék, tehát az élettől egy jobb életminőséget szeretnék kapni, akkor nekem valami más kell tegyek, mint egy átlagember. Ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy 1,5 év alatt felépítettem egy 21%-os csapatot. És fantasztikus élmény volt, amikor Andi azt mondta a C15-ös katalógusban, hogy Mesi, ráncsuk ki ezt a 21-et. És én kirántottam. És fantasztikus volt, amikor azt éreztem, hogy reggel beraktam a pezsgőt a hűtőbe. Na,
mindenkire kiírta a 10.000 bónuszpontot a monitor, életem egyik legszebb pillanata volt. És alig egy hónapja volt, amikor Andi és Dima megszerveztek egy 700 fős jubileumi találkozót, ahol egy felejthetetlen elismerésben volt részem. Képzeljétek el azt, hogy az ő sasnogójukkal ellátott dobogó tetejére kellett fölállnom, és Andi a nyakamba rakott egy érmet, ami egy 21%-os szint áll, amit Jóját Erzsébet kerámikus művész készített, és tudjátok, úgy álltam ott, mint egy bajnok, olyan, hogy én megcsináltam. És egyszerűen, tehát így a számomra ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, amikor képzeljétek el, hogy másnap, amikor ugye megcsináltuk a 21-et, bementem a központba, és Andi és Dima feldíszítették a központot. Na most ezt úgy képzeljétek el, hogy az a Mikulás, amit ott láttok, végig kísérte az életemet a sikercsapatban, ezt még a kozmetikában kaptam. És ezt a Mikulást behozták nekem reggel, és ahogy látjátok, ott van egy kéz, a győzelmet mutatja, ott van a fényképem, és rajta, hogy új senior manager. Nálunk az a szokás, hogy amikor valaki megcsinálja 21-et, vagy direktor lesz, vagy nyilván magasabb szintű, akkor abban a katalógusi időszakban róla szól az időszak. A fényképét valamilyen formában kirakják oda. És tudod, a fejlődésedhez az kell, hogy legyél szoros kapcsolatban a szponzoroddal. Mi minden katalógus elején megbeszéljük, hogy az adott katalógusban mi a teendő, mit kell csinálni, és azt végig is csinálom. És én akkor kezdtem legjobban magam érezni ebben az üzletben, amikor önállóan kezdtem el tartani előadásokat. Önállóan beszéltem, kampányoltunk, és igazából a fejlődésedhez az kell, hogy a szponzoroddal ugye legyél a szoros kapcsolatban, ugye a csoport találkozók. És amit még akartam nektek mondani, hogy igazából a sikerhez kövess mindig azt az embert, aki napi szinten dolgozik ebben az üzletben, és akar olyan vezetővé válni, akit a munkatársaid példaként ismernek el. És tudjátok, én már nem engedem senkinek, hogy elvegye az álmomat. Álom. Nektek van álmotok, céljaitok? Még mesélek nektek valamit, mert ez is nemrég történt velem. Szegeden az Oriflame központban mellett van egy kávézó, és én ott minden reggel oda átmegyek, és megiszom az én kis kávémat. Így történt ez egy hónappal ezelőtt is, átmentem, és bemegyek, kikértem a kávét, és a pulton láttam egy autós újságot. És abban volt az én álomautóm. Mondom a hölgynek ott, mondom, nézd már, itt az autó, ilyen autóm lesz. Mire ő mondja, hogy micsoda? Mondom, figyelj, neked vannak álmod, céljaid, leírtad már? Mondja ő, tudod, majd akkor, ha te itt ilyen autóval fogsz begördülni, akkor utána én is elkezdem leírni a céljaimat. Visszamentem a központba, ott van a kis hölgy, a Niki, a mi szponzorpont vezető. Mondom neki, Niki, képzeld, nem hisznek bennem, senki nem hisz bennem. Ő azt mondta, mesélj, tudod, lesz ilyen autód. És utána átgondoltam, nem kell, hogy mások higgyenek benned, csak az kell, hogy te higgy magadban. És ilyen autóm lesz, látjátok, elhittem, most már elhittem, nagyon. És hát a változás, ugye az év logója, make that change, változtass, hát változtass te is. Nagyon szépen köszönjük!